Sziasztok, Biszt vagyok, és egy olyan videóval jelentkezem, amely igazából azoknak nyújtana segítséget, akik az Advanced Warfare játékot PC-n játszanak, ugyanis csütörtökön érkezett a PC-s részlekhez egy patch, amellyel optimalizáltabb lett a játék egy-két helyen, jobban fut egy-két map, meg nem is, úgyhogy végigfutunk a beállításokon, hogy kicsit több craftot húzzatok ki a gépetekből, ami miatt kevésbé laggolna számotokra a játék, ezért több játékélményt nyújthatna nektek, illetve megmutatom azt, hogy hogyan kell beállítani helyesen, hogy ne gyorsítson az egér játékon belül. De ehhez az is kell, hogy Windowson belül ne gyorsítson az egér, tehát mindenféleképpen akinek gyorsít az egér Windowson belül, az állítsa be, hogy ne gyorsítson, ugyanis hiába csinálnátok meg ezt a tortúrát velem együtt, ha egyszerűen Windowson belül gyorsít az egér, játékon belül is gyorsítani fog, úgyhogy mindent a maga idejében, akinek nincs beállítva, az állítsa be, hogy Windowson belül ne gyorsítson az egre, erről is csináltam már videót, nézzétek vissza azt, link a leírásba akár, azután pedig állítsátok be azt, amit most fogok majd megmutatni, de előbb fussunk végig a beállítási lehetőségen. Aki PC-n Advanced Warfare-t játszana, mindenféleképpen nézze végig, mert egy-két trükköt eltanulhat beállítás szempontjából, illetve config file-ba is fogunk turkálni. Ha esetleg nem említettem volna, sajnos már nem emlékszem, mert nem ez az első felvételem. Minden esetre már egy-két dolgot részletesebben be lehet állítani, mint például, hogy melyik videókártyát használjuk. Azután található a display mod, érdemes full screenre rakni azoknak, akiknek gyengébb a gépük, nem mennek le mindig tálcára egyéb más programot megnyitni, mert egyszerűen tényleg gyenge a gépük, és mire altabolnak, lemegy asztalra a játék, az nem egy-két másodperc, és ezzel is azért lehet nyerni egy-két FPS-t, úgyhogy érdemes full screenre rakni a játékot azoknak, akik egy monitoron játszanak, gyengébb a gépük, és semmilyen más programot nem használnak közben. Azután fovot érdemes 90-re rakni a játékélmény miatt, igaz, kicsit több textúrát kell betölteni a játéknak azáltal, hogy nagyobb a látó szöged, de ez játékélmény szempontjából fontos. Van, aki megszokta 65-re, nyilván hagyjátok akkor ott, de egyszerűen 90-en sokkal jobb játszani, majd meglátjátok. Azután hát felbontást érdemes azon hagyni, amin egyéb más játékot is játszotok, vagy a monitor felbontása, hisz azon szoktátok meg az egér érzékenységet, és ez monitor felbontás függő is, úgyhogy érdemes a monitor felbontására rakni a játékot. Na most a textúra resolution rakjátok manuálra, és itt érdemes beállítani olyanra, amit szeretnétek, nyilván gyengébb gépen normálra is le lehet rakni, viszont ez az a pont, ahol nem igazán számít, hogy laggol-e a játék vagy nem, ugyanis ezek a laggolások általában az új fényrendelési szírszarokon múlik, például, hogy hány dynamic light limitünk legyen, vagy milyen shader legyen, vagy mit tudom én, tehát egy csomó fajta fénybeállítási lehetőség, amit szerintem tök fölösleges a játékon belül, plusz még laggol is optimalizálatlan, nem értem, mindegy, nyilván konzolra készült a játék, nem PC-re. Azután kaptunk egy új beállítási lehetőséget, méghozzá, hogyha betölt a játék textúrákat, akkor az elraktározza úgymond, és nem kell még egyszer betölteni, ezáltal gyorsabban tudunk mapokat betölteni, esetlegesen, ha például van a valamelyik map, az a, ahol ilyen fúró torony van, tudjátok, hirtelen nem jut eszembe a neve, Instinct? Azt hiszem ez a neve. Tehát ha azt a mapot egyszer betöltitek, és az elején nagyon laggoltok, mert az olyan PC-n, az szimplán olyan, hogy laggol, nem tudtok ellen mit tenni. De viszont, ha már másodjára mentek a mapon, akkor lehet, hogy nem laggolna. Én még nem próbáltam ki, ugyanis ez a beállítás akkor jó, ha semmilyen más programot nem használtok közbe. Tehát én, ha streamelek közbe, vagy videót felveszek, hanganyagot felveszek, vagy egyéb más program van megnyitva, mint például egy böngésző, akkor egyszerűen hátráltat ez a beállítás, úgyhogy ilyenkor én offolom, de alapvetően, ha csak egy játék fut, vagy egy program fut pontosabban, és az a játék, akkor érdemes bekapcsolni. Shadows, hát nem sokat használ, de érdemes bekapcsolva hagyni, ugyanis
azért jó, mert ha látod, hogy ki van a fejed fölött és kiugrik rád, ez is ilyen játékélmény szempontjából jobb. Nem azért, mert kevésbé laggol, nem éreztem különbséget, érdemes bekapcsolva hagyni. Egyszerűen látod, hogy jön az enemy és sokkal, sokkal hatékonyabban tudsz játszani, ez ilyen egyszerű. Viszont a Shadow-ot lehet úgymond butítani, azáltal, hogy nem annyira részletes, érdemes ezt mondjuk alacsonyabbra rakni. Én nem láttam különbséget, úgyhogy ráraktam a magas jelzőre. Ezt a filteringet, ezt mindenképp lovra rakjátok, mindenféleképpen. Ha bármely más beállítást használtok itt, akkor nagyon hülyén néz ki a játék, lovra hagyjátok. Véletlenül ezt átugrottam, minden esetre... Most jönnek ezek a fényrenderelési szempontok. Ezt például be se kapcsolhatom, mert nincs 4 GB-os mi ez videókártyám. Egyszerűen offoljátok. Nem hiszem el, hogy ezt miért kell egy Call of Duty-ba belerakni. Mindegy. Rakjátok offra, ha még tök új kártyátok is van, akkor is. Ellenben, ha 980-atok van, akkor bekapcsolhatjátok, mert Nvidia. Ilyen egyszerű. Depth of Field, kapcsoljátok ki, ez játékélmény szempontjából tök felesleges. Ezt azért mondom, mert ha bezumolsz a fegyverrel, akkor környezetedben lehomályosítja. Hú, hát ez nagyon magyaros volt. Tehát középre fókuszálsz, ezáltal a körülötted lévő elemek elhomályosulnak, így nem látod a embereket elszágbuldozni körülötted, csak arra fókuszálsz, ami előtted van. Nem érdemes ezt bekapcsolni, higgyétek el. Hát, nálam ezek off-on vannak, off, egyszerűen ezt is érdemes off-ra rakni. Death Tripass, ezt is érdemes off-ra rakni azoknak, akiknek gyengébb a képük. Én onoltam, mert nem nagyon láttam különbséget. Most jönnek a élsimítási módszerek. Érdemes ezeket lejjebb venni, mondjuk FXA-t használjatok szerintem. Én fölraktam maxra, mert most viszonylag jól fut azzal is, meg nem láttam én különbséget. Próbáljátok ki, az a legjobb. Engem kifejezetten zavarnak az élsimítási pixelek, azok engem kikészítenek, úgyhogy én azért szeretem maxra rakni. Viszont ha valaki használna Super Samplinget, ami arra szolgáltatott, hogy többször renderelik ki a pixeleket, azok most kapcsolják ki, ugyanis ez a beállítás gyorsítja az egeret iszonyatosan, úgyhogy offoljátok, sokkal jobban jártok egyszerűen, ha ezt offra rakjátok és egy kis élsimítást feljebb puszok, ugyanis ha minél több pixelt renderelsz ki, akkor a játék úgy veszi, hogy egy akkora monitoron játszasz, mint amekkorát kirenderelsz, tehát ha én Full HD-ba játszok és kétszeresen renderelem, az azt jelenti, hogy 2K-ba játszok. Ha négyszeresen renderelem, az azt jelenti, hogy 4K-ba játszok, tehát egy olyan nagy monitorom lenne, ahol a egerem annyi utat tenne meg, mint 1080p-be. Tehát értitek, teljesen el van cseszve ez a beállítás, offoljátok mindenféleképpen. Hát nálam offolva van ezek a beállítások is. Bullet Impact, az pont be lehet kapcsolni, mert nem sokat éreztem a játékon, hogy laggolna emiatt, de nem is sokat nyújt. Nyilván csak annyit mutat, hogy ahova lősz, ott becsapódnak a golyók, semmi extra. Shader Preload, hát nálam off-on van, hogy kicsit többet nyerhessek energiából a videokártyámból, és ezáltal mondjuk esetleg tudnék böngészni, és sokkal jobb most így, hogy egyszerűen látom a kommenteket, közben tudok ugye streamelni, Twitch-en streameltem a játékból, úgyhogy most kipróbáltam ezeket a beállításokat. Nálam ezek váltak be azért, mert egyszerűen közben még szeretek böngészni a második monitoromon, zenét hallgatni, vagy mint mondottam, Twitch-en streamelek, nézem a kommenteket, úgyhogy nálam viszonylag ez vált be, ez a arany középút, tehát tudok is játszani, közben picit laggolni szokott, de ez a játék optimalizálatlansága miatt van, illetve azért tudok kommenteket is nézni, és streamelni is. Na most, a videó második felébe elmegyünk a config file-ba turkálni, úgyhogy tartsatok velem! Vissza is tértem, kiléptem a játékból, és már a Steam mappába vagyok. Azon belül Steam Apps, Common, megkerestek a játékot, Advanced Warfare, Players 2, és itt találhatóak azok a konfigok, amelyek kellenek nekünk.
Mivel multiplayer, ezért config MP, megnyitjuk notepaddel, és itt található az a beállítás sor, amelyet játékon belül használunk. Ezért mielőtt ezt a tortúrát véghez viszik konfigon belül, mindenképpen állítsátok be azokat a beállításokat játékon belül, amelyek legjobban beváltak számotokra. Tehát, mit tudom én, bementek egy bot matchbe, és közben kipróbálgatjátok a beállításokat, hogy ezzel jobban fut a játék, de nem annyira tetszik, akkor kiválasztjátok az arany középutat, hú, ezt a beállítást beállítottam, és nem érzek különbséget, de mégis szebb a játék, nem laggolt különösebb képpen, úgyhogy ezt meghagyom. Tehát értitek, beállítjátok úgy, ahogy nektek tetszik a játék, és ahogy élvezitek is, tehát nem laggol annyira, vannak alapvető laggolási problémák a játékkal kapcsolatosan, tehát bármit állítotok be, olyan nincs, hogy ne laggoljon, laggolni fog bizonyos helyzetekbe, de próbáljátok ezt leminimalizálni. Azután, ha ez megvan, megtartjátok azokat a beállításokat játékon belül, kiléptek, és jöttök ide a config file-ba, és rákerestek Ctrl-F-fel, ezzel a beállítás sorra, persze visszafele kell keresnem, mert miért ne. Természetesen ezt a sort bemásolom a leírásba, tehát csak Ctrl-C, Ctrl-V, és itt található ez a beállítás sor. Ezután az egyes helyén, ha nem nyúltatok hozzá, akkor 0,75 vagy 0,85-öt kell, hogy lássatok. Na, azt a számot állítsátok ki egyre, vagy javítsátok ki egyre. Ugyanis az azt tudja, vagy arra hivatott, hogyha 0,75 van ott, az azt jelenti, hogy 75%-át használja a játék ténylegesen a videó memóriátoknak. Tehát ha 1 gigátok van, csak 750 megabájtot használ, ami nyilván nem jó, ezért ki kell rakni egyre, ezáltal 100%-osan az összes videó memóriát használja a játék, ezzel is nagyon sokat tud javulni a játékélmény. Úgyhogy ezt mindenképp javítsátok egyre, nagyon sokat fog nyújtani. Azután elmentitek ezt a notepadet, megint megnyitjátok, és rákerestek, ha egérgyorsítással van problémátok, erre a sorra, ezt is lelinkelem, lagy is bemásolom. Ha itt nulla van, az jó. Az azt jelenti, hogy nem gyorsít az egered. Ha egyes van, mindenképp javítsd át nullásra, és mentsd el a fájt. Viszont van egy érdekes beállítás, amelyre így szoktam rákeresni. Nem itt van. Itt. Seta in mouse. Alaphelyzetben ez egyes. Természetesen ezt is bemásolom leírásba, tehát Ctrl-C, Ctrl-V, és megtaláljátok. Ez itt alaphelyzetben egyes. És amikor beállítjátok kettesre, mert erre kell beállítani, tehát kettesre állítsátok, hiába nyitod meg a játékot és zárod be, ugyanúgy kijavítja maga a játék egyesre. Úgyhogy az a lényeg, hogy javítsd ki kettesre. És most jön a trükk. Megvan minden, kilépsz, elmented természetesen, nálam nem kell, mert minden ugyanúgy maradt. És ezt a fájlt fokod és írásvédetté tezed. Így nem tudsz utólagosan javítani játékon belül beállításokon, azért mondtam, hogy amely beállítás jó, azt hagyd meg, és azután csináld meg, mert utána ne állítgass semmit játékon belül, csak azután, miután kiszedted az írásvédettséget, mert amúgy nem fog semmit se beállítani játékon belül, de nem fogsz tudni semmit se beállítani. Így viszont azt a Seta in Mouse kettesen marad, nem fogja kijavítani a játék, tehát minden beállításod fixen marad ebben a pozícióban, és csak akkor fog változni, ha te idejössz és kiveszed az írásvédettséget, ami azért jó. Viszont nálam már előfordult az a probléma, hogy nem nyílt meg ilyenkor a játék. Néha, lehet, hogy nálatok meg mondjuk 100%-osan előfordul, nem probléma, akkor tényleg az lesz, hogy kiszeditek az írásvédettet, és így marad. Tehát ezzel nem tudtok mit tenni. Ha nem nyílik meg a játék, akkor nyilván nem éri meg. Ilyenkor folyamatosan át fogja rakni ezt a Seta in Mouse-t egyesre. Amit érdemes kirakni kettesre, hol is vagy? Itt vagy. Érdemes kirakni kettesre, mert akkor ténylegesen nem gyorsít az egérjátékon belül. Én tényleg úgy tapasztaltam, hogy még
Tudjátok, van, amikor így játszasz, és hirtelen elkezd gyorsítani az egér. Nekem stream alatt is előfordult, játék közben is iszonyat idegesítő. Amikor így beállítottam, akkor úgy tapasztaltam, hogy ez sose fordult elő, semmilyen fajta gyorsítás nem fordult elő. Úgyhogy én ezt ajánlom nektek, illetve a többszörös pixel kirenderelést, amit ugye a videó első felében mutattam, azt kapcsoljátok ki. Ilyenkor biztos vagyok benne, hogy nem kell gyorsítani az egérnek, ha gyorsít, akkor az már Windows-on belül gyorsít, és az meg a ti hibátok, mert én már mindent megmutattam, amit tudtam. Remélem tudtam nektek segíteni kellőképp, ennyit tudok, nem tudok többet sehogy se beállítani a játékkal kapcsolatosan, remélem ténylegesen valami fajta előrelépést tudtam nektek nyújtani, és hát ennyi voltam. Kellemes ünnepeket, vasárnap pedig stream alatt találkozunk. Sziasztok!